Bornán a szín elbírálása, az a fehér bortól eltérően. Minden évben már januárban megkezdi a felkészülést a Dombóvári Kertbarát Egyesület a borversenyekre. A szervezet a borkészítés, borbírálat mellett a zöldségek és gyümölcsök szakszerű termesztésével is foglalkozik. Dombóváron a 36. borversenyre készülnek. A február-március hónap az ugye a borászatról, a borról szól, ez a borversenyeknek az időszaka, és hogy a kistérségi versenyekre is fel tudjunk készülni ilyenkor, ilyen összehangoló, tehát a bírák részére összehangoló tréninget tartunk. Egyébként a kertbarátoknál ugye zöldséggel, gyümölcsel is foglalkozunk, nem csak szőlővel és borral. A borbírók feladata az, hogy a gazdák által megtermelt borokat szakszerűen elemezzék, elmondják véleményüket, pozitív tulajdonságaikat és esetleges hibáikat. Óriási megtiszteltetésnek és egyben felelősségnek is érzik ezt a feladatot, hiszen véleményük és munkájuk révén segítik a térség bor kultúrájának fejlődését. Céljuk, hogy minél magasabb szintre emeljék a szőlőtermesztést, a borkészítést és nem utolsó sorban a kultúrált borfogyasztást is. A kistérség bortermelői között vannak, akik nagyon szép eredményeket értek el regionális és országos szinten is. Ennek a kihívásnak elegettéve minden évben a borbírókat felkészítjük a borbírálatra. Általában február és március hónapban szoktak lezajlani a borversenyek. A bortréningen a borbíróknak az elméleti és a gyakorlati ismereteit felfrissítjük, felelevenítjük, a legújabb ismeretekkel esetleg kiegészítjük, hogy szakmailag teljesen felkészülten mehessenek azokra a borversenyekre, azokra a településekre, ahova meghívták őket. Már évek óta csökkenő tendenciát mutat a borkészítési kedv, amely országos szinten is tapasztalható. A 70 év feletti átlag életkor jellemző a borászok közösségében, hiszen a fiatalabb generációk életviteléből adódóan nem szívesen áldoz szabadidejéből erre a sokszor időigényes hobbira. A Dombóvári Kertbarát Egyesület lassan már 50 éve lesz, hogy megalakult. Jelenleg 50 fős létszámmal vagyunk, ez 1-2 fővel időnként változik. Sajnos az átlag életkorunk az 70 év, tehát nagyon ránk férne egy kis fiatalítás, de hát mi magunk már nem tudunk fiatalodni, legfeljebb megpróbálunk majd fiatalokat valahogy beszervezni. Reméljük, hogy ebben esetleg a tévé felvétel is segítséget fog nyújtani.